Hello, sziasztok! Remélem, jól vagytok. Ma jön egy új francia lecke, egy kicsit ilyen házi dolgokról fogunk beszélni. Így legalább megmutatom nektek, hogy itt Írországban, mert igen, most Írországban vagyok, hogy itt hogy néz ki a, hát, a vízrendszer például. Elég vicces. Mutatom, jó? Szóval itt Írországban, ahogy látjátok, van egy meleg víz, ló sód, meleg víz, sód az a meleg, ó sód, meg egy hideg víz, ló froid, ó froid, ó az a víz, froid az a hideg. Szóval van egy meleg víz, meg egy hideg víz. Ha a meleget nyitjuk ki, akkor megégetjük a kezünket. On se brûle les mains. On se brûle les mains. On se brûle les mains. Les mains azok a kezek. Brûler az égetni. On se brûle les mains. On se brûle les mains. On se brûle les mains. Megégetjük a kezünket. És a hideg vízzel pedig lefagynak a kezeink. On se gèle les mains. On se gèle les mains. On se gèle les mains. Szóval gelé az megfagyni. Szóval megfagynak a kezeink a hideg vízzel. Szóval úgy kell csinálni, hogy kicsit a hideg alatt, kicsit a meleg alatt, kicsit a hideg alatt, kicsit a meleg alatt, tiszta röhely. Fantasztikus, hogy Írországban milyen tök jó megoldások vannak. Mutatom tovább. Szóval, amikor ide érkeztünk, néztük ezt a szerkezetet. Tök jó ugyanis. Hát itt van meleg meg hideg víz, mint a mosdónál. De ezt a zuhanyt nem tudtuk, hogy kell beindítani. Ugyanis itt van egy ilyen power, bekapcsolni, de ezt meg lehet nyomni 50 000-szer, nem kapcsol be, úgyhogy elég vicces volt ezt bekapcsolni. Aztán közben megkérdeztük, és megmutatták, hogy itt van egy ilyen kis meghúzós ilyen kis valami, mihez van ez a kötél, és amikor meghúzza az ember, úgy jól erősen, akkor itt elindul a zuhany, vagyis meg is lehet, le is lehet állítani, meg el is lehet indítani. De ezt tudni kell. Szóval, ki is kapcsoljuk, mert különben használja a villanyórát. Szóval a zuhany franciául la douche, a zuhany. Zuhanyozni, prendre une douche, és fürdeni, prendre un bain. Prendre az azt jelenti, hogy venni. Venni. De nem úgy venni, hogy venni, vásárolni, hanem adok egy másik példát. Ha oda akarunk adni például egy könyvet egy gyereknek, és a szülő azt mondja a gyereknek, hogy prends-le, vedd el. Prends le livre, vedd el a könyvet. Prends le livre. Vedd el a könyvet. Prends le, vedd el. Szóval prendre, az úgy venni, hogy venni. Közben prendre une douche, meg prendre un bain, az zuhanyozni, meg fürödni. Tudom, nagyon logikus ez a francia nyelv. Legalább annyira logikus, mint ez a írországi zuhanyzás, meg kézmosás, tudjátok. Nagyon vicces. Ráadásul ez zörög. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit.
zörög, vagy zajog, nagyon hangos. Ja. Aztán ráadásul a víztartály úgy van, hogy itt nem van egy szekrénybe, így. Nem vicces ez a víztartály? Hát szerintem is. Szóval ebből zuhanyozunk tulajdonképpen, de hát elég vicces. Írország. Aztán a kád például azt úgy kell mondani, hogy la baignoire. La baignoire. La baignoire. Az a kád. A kagyló, vagy a mosdó, amit mutattam az előbb. Nem tudom, hogy úgy kell mondani a magyarul, hogy kagyló, vagy mosdó. Hogy nem vagyok benne tuti biztos, és most nincs kedvem megnézni interneten. Szóval a kagyló mosdó az lévier. Évier. Lévier. Szóval például je me lave les mains dans l'évier. Je me lave les mains dans l'évier. Megmosom a kezeimet a kagylóba, vagy a mosdóba. Je me lave les mains dans l'évier. A fürdőszobát úgy kell mondani, hogy la salle de bain. La salle de bain. La salle de bain. Az a fürdőszoba. És je me lave les dents. Je me lave les dents. Mosok fogat. Je me lave les dents. Vagy va te laver les dents. Menjél fogat mosni. Va te laver les dents. Va te laver les dents. Laver, az a mosni. Dents, az a fog. Franciául a franciáknál a törölköző az a serviette. 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 És a belgáknál meg essuie. 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 És tulajdonképpen törölközni, azt úgy kell mondani, hogy s'essuyer. 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 Mára is elég volt szerintem. Még biztos lennének olyan dolgok, amiket tudnék mutatni itt, ilyen érdekességek, de nem akarom túlzásba vinni, mert ha egyik őtök ki akar jönni Írországba, tuti biztos, hogy ezek után kétszer meggondolja. Nem, csak viccelek. Ne felejtsétek el, hogy mindent, amit mondok, mindig a videó alá leírom a kommentekbe, hogy miket mondok, és franciául, és magyarul, hogy tudjátok, hogy hogy kell írni. De azt is tudjátok, hogy javasolom, hogy ne nézzétek meg, hogy hogy kell írni, mert az a fontos, hogy hogy kell mondani, nem az, hogy hogy kell írni. Mondom, és nem mondtam még eléggé szerintem, minden gyerek úgy tanul meg egy nyelvet, hogy előbb beszél, és 6 éves korában tanul csak megírni. Még akkor is, ha itt Írországban 4 éves korukban tanulnak megírni, meg olvasni. Na mindegy, hagyjuk az írországi dolgokat. Szóval, tanuljatok jól, remélem, hogy jól vagytok, és legközelebb is találkozunk egy új francia leckén. Van egy utolsó gondolatom a kádból. Írországban nincs ivóvíz sehol a házban, csak a hideg víz a konyhában ivóvíz. Úgyhogy erre vigyázni kell, hogy a gyerekek ne igyanak vizet a fürdőszobából, hideg vízből, mert az nem ivóvíz. És az ivóvíz franciául azt úgy kell mondani, hogy eau potable. Eau potable. Eau potable. Szóval akárhova látjátok kiírva az, hogy eau potable, az azt jelenti, hogy ivóvíz. Ennyi volt. Sziasztok!